Néhány mozdulat, és már kész is a Luffy nyuszi. Többek között Lakatos Norberttel, a vak Luffyssal is találkozhattak azok, akik ellátogattak a Petőfi Sándor művelődési házba Bátaszéken. Ugyanis megtartották az idei nyárköszöntő esték rendezvény sorozat utolsó eseményét, ami egy családi délután volt. Erre a programra felkértük Lakatos Norbi vaklufis ismerősünket, barátunkat, hogy jöjjön el ő is, és készítsen mindenféle lufit a gyerekek számára. Elsősorban a gyerekeknek kedveztünk. Meghívtuk ide a Grimaszk Báb Színházat is. Éppen most zajlik az előadás bent a házban. Előtte kézműves foglalkozást tartott Szabóné Béda Anita, illetve hátul légvárral kedveskedtünk a gyerekek nagy örömére. Mindig nagyon szeretik a légvárat, és még zsibvásárt hirdettünk. Most a nagy meleg és a nyár közepe tájékán nem számítottunk túl nagy tömegre, de azért örülünk, hogy itt vannak az emberek, és érdeklődnek a programok iránt. Komor László báb művész már sokadik alkalommal látogat el Bátaszékre. Elmondása szerint mindig nagy örömmel fogadja a megkeresést. Állatmesék lesznek La Fontaine után szabadon. Interaktív, sok-sok boldogsággal, vidámsággal, tanulsággal és remélhetőleg forró hangulattal. Közönsége válogatja. Itt aktívak, és eddig még itt nem kellett azzal a problémával szembesülni, hogy interaktív előadás, és nincs, aki szerepelni szeretne. De remélhetőleg ez most sem így lesz, hanem csinálunk egy jó kis hepajt bulit. Az elmúlt időszak a pandémia miatt rendkívül megviselte az előadót. Az ember csinálja a dolgát, csinálja azt, amit imád, amit szeret a közönség, és nem azért nem léphet föl, mert nem kell a közönségnek, meg nem kellene az, amit ő csinál, hanem egyszerűen egy tolvonással elvonják még a lehetőséget is, és ez a közel 8 hónap, ez a katasztrófa volt. Tehát ez minden szempontból. Azt hitt az ember, hogy hát ez nem történhet meg itt több mint 7000 előadás megtartása után, nem történhet meg az, hogy rettegünk fölmenni a színpadra, félünk, hogy mi lesz, meg egyáltalán, és mi történik. És egyébként a közönségen is észre lehetett venni azt, hogy valahogy egy kicsit más időket élünk. Tehát semmi sem ott folytatódott, ahol abba maradt. Nagyon örülünk annak, hogy a rendezvényeinkre mindig azért van érdeklődés, a meleg ellenére is. Néhány héttel ezelőtt volt már egy hasonló gyerekprogramunk, egy ilyen gyerek délutánunk tulajdonképpen. Akkor is volt bábszínház, volt kézműves foglalkozás, légvár mindig van, mert nagyon-nagyon szeretik, nagyon kedvelik. És mindig vannak érdeklődők. Ennek nagyon-nagyon örülünk. Elkészülni, vigyázz, kész, túró vagy saj. Mindenki. Na, halljam. Elkészülni? Ugye vigyázzunk? Már is csaj. Jó. Csaj, na végre. És nem indul a nagy verseny.